teketőbb nézzek a nevem Gábor László, a Samsung Galaxy S5-et látjátok is, a Gear Fit-et, melyeket új készülék Samsungtól is, IP67 standarddal, ezek vízhatlanok és forratlanok, vagyis igazából azt hiszem, hogy most vízbe is tudjuk vinni ezeket a készlékeket, akár egy méter mélyre tudjuk majd használni víz alatt, de csak egy fél órán át, mert külön a nyomás nem bírja ki a készlék. Arra is ügyelni kell, hogy zárjuk be a hát az alján a microSD portot, és a hátulját rendesen nyomjuk rá, mivel hogy le is lehet róla venni. Az óránál, a Gear Fit-nál nem kell semmire se ügyelni, mind a kettőt simán így, ahogy van, víz alá tudjuk rakni, nem történik igazából semmi, ahogy látjuk, hogy csak talán a képernyőn valami megérintődik, és akár fogok a videót is tudom csinálni, de ahogy említettem, a most, hogy kiválasztunk valamit, hogy elkezdjük a videót, megtörténhet egy víz alatt, a víz azzal, hogy rezisztív vagy kapacitív a képernyő, illetve megnyom valamit, de amúgy teljesen jól működik, víz alatt tudtok videót csinálni, vagy fotót, akár ott a tartunk, de igazából arra van főleg kitalálva, hogyha zuhanyban vagy esőben a fejátot használni, akkor nem menjen közben a telefon. Ez ott a Samsung Galaxy S5 és a Gear Fit beteszeltük vízben, köszönöm, benézzek a fekettőnél, nevem Gábor László.